Pénteken lejárt a 2013-as magyar labdarúgó bajnoki licenszek hiánypótlási határideje, öt csapat kapott eddig UEFA licenszet, gyűlnek az mb 1 és MB2-es indulási engedélyek is. Most az MLS elsőfokú licenszadó bizottságának elnökével tekintjük át a helyzetet, a szankciók lehetőségeit, a beadott költségvetések komolyságát, hogy hogyan dolgozik ez a testület. Varjú Tamás segít az eligazodásban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Kezdjük ott, hogy mindenhonnan megérkeztek ezek a bizonyos hiánypótlások? Hát reméljük, ezt az úgynevezett klublicensz adminisztráció kezeli a Magyar Labdarúgó Szövetségben. Nem kaptam olyan jelzést, hogy itt bármiféle olyan típusú probléma lenne, hogy maguk a papírok, vagy amik elmaradtak, ne érkeztek volna be, Hát annak a mienségét meg majd eldönti a bizottság. Ez a bizottság hogyan dolgozik egyébként? Tehát ezt a bizonyos mienséget hogyan fogják eldönteni, mennyire mélyen vizsgálódnak, hányan vannak? Az ember azt gondolná, hogy igazából még a gyepet is meg kell nézni, nem? Uh -huh. Hát így van. E -e akkor először a bizottságról, illetve az összetételéről. Ez egy speciális bizottság a labdarúgó Szövetsége belül, az első fok, illetve utána a fellebbviteli bizottság. Ugyanaz az elnökség nevezi ki az elnököt és a tagokat, de gyakorlatilag elszámolással az UEFA-nak tartozunk. Annyira szoros szabályrendszerben működik ez a licenzadás. Tehát mi meghozunk egy határozatot, aki esetleg ezt megfelelbezi, az még elmehet ugye a felelbiteli bizottsághoz, és utána nincs jogorvoslati lehetőség, hanem az UEFA megfelelő szervéhez lehet majd fordulni. Volt is ilyen már az elmúlt években, talán a, a Gyilmó esetét mondanám, ahol ugye az UEFA-hoz fordultak, ők jóvá hagyták az eredeti döntéseket. Amikor elkéstek? Igen, igen, igen. igen. Te, tehát a, azt gondolom, hogy a, az általán vezetett bizottságnak a munkáját az az minősít, hogy egyrészt hozemás fajta határozatot a felleviteli bizottság, mint az elsőfokú. Ilyen még eddig nem volt az én praxisomban, illetve a UEFA egy nagyon komoly auditot folytat le általában minden év augusztus-szeptemberében, amelyben gyakorlatilag az egész klubliszenzadás rendszerét az utolsó papírig, az utolsó szignálásig, a döntések alátámasztásáig mindent vizsgál, és ez alapján, ha megfelel, akkor egy viszonylag jelentős összeggel támogatja a magyar licenszadási tevékenységet. Ez eddig így volt. Ugyanakkor tudunk róla, hogy például Romániát, Bulgáriát nagyon komolyan megbüntették a liszenzadási hiányosságok miatt. Akkor azt nézzük, hogy ha a szempontokat vizsgálják, például, hogy az előbb már mondja, hogy mennyire számít a pálya állapota. Ugye szólnak a maguk, a szurkolók is azt írták, hogy minősíthetetlen onnan nézőként is látva a talaj minőség, és tavaly is csak könyörületből kapták meg az engedélyt, ez a, engedélyt, ez a szurkolók véleménye. Ilyenkor vizsgálódnak a stadionokban a helyszínen is, tehát hogy úgy mondjam, látnak közelről gyepet? a bizottság tagjai nem, ebben egy változás volt az elmúlt évhez képest, <coughs> bocsánat, az úgynevezett infrastruktúrális kritériumok egy külön rendszerbe kerültek, külön szakértő vizsgálja az összes pályát, ugye ez nem kevés, hiszen 55 jelentkezést adtak be ügyben a csapatok idén, MB1 és MB2, plusz még ugye a feljutók, és ez a szakértői vélemény orientál bennünket arra, hogy megfelele a pálya az infrastruktúrális követelményeknek, avagy nem. Tehát ezt is látják, tehát megkapják ezeket a szakértői véleményeket. Igen, vélemények de, de végül is mindig a versenybizottság az adott helyzetben dönti el hogy az a pálya arra a mérkőzésre alkalmas-e. Értem, tehát a, tehát a, a végülis ki. akkor nem ez a licensz magára a, a gyepre, a minőségére egy egész évre nem terjed ki, hanem arról a meccsek előtt döntenek, hogy mire jó az a pálya. Láttuk ezt a fradinál is, hogy, hogy gyepszőnyeget cserélnek, mert... Lényegében stadion licensz van, van. Világos. Tehát a, igen. Bocsánat, csak azért, mert hogy hogyha viszont belemegyünk abba, hogy önöknek mit kell vizsgálni, akkor önök gyakorlatilag megnézik a, a, beadott költségvetések komolyságát, igaz? Többek között, tehát öt kritérium csoportköré köré összpontosul a licensz megadás, jogi, személyügyi, sportszakmai, az infrastruktúrális és a pénzügyi, amiből nyilván a pénzügyi a legkomolyabb, <kül> illetve ezzel kapcsolatban van a legtöbb probléma Magyarországon. Ugye egyrészt nem lehet elválasztani a gazdaságnak a, az állapotától, tehát miért működnének másképp azok a gazdasági társágok, akik mondjuk labdarúgó csapatot üzemeltetnek, mint bárki más Magyarországon. Gyakorlatilag be kell, hogy bizonyítsák a kritériumrendszerben a bizottságnak, hogy ők képesek végigfinanszírozni a bajnokságot, nem fordul majd elő olyan eshetőség, hogy mondjuk anyagi problémák miatt mondjuk a GT szerint megszűnik a KFT, vagy nem tudják kifizetni mondjuk a tartozásukat, vagy nem uh -huh. tudják kifizetni Na a játékosokat. Bocsánat, ezt hogyan tudják bebizonyítani, hogyha mondjuk idén a, hát be tudta fejezni az Olegérszeg is, meg a vasos Igen. is, de hát ott lebegett a Damoklis kardja, az utolsó pillanatban jöttek mindenféle segélyek ennél a két egyesületnél, hát... Ilyen, ezt előre látta például ezt a helyzetet, most ennek tapasztalatában, ilyen tapasztalatok birtokában mondjuk látott olyat, amit már a következő évnél észrevennének? Hát ugye egyrészt a kritériumrendszer az objektív, tehát vannak meghatározott A kritériumok, amiben a bizottságnak mérlegelési lehetősége sincs, csak azt kell, most idézőjelben mondom, hogy csak ellenőrizni, hogy az adott dokumentumok azok valósak, vagy nem valósak. Igen, meg ott vannak a bankgaranciák. Így van, és aztán de... joga van a bizottságnak, ha úgy érzi, valamilyen oknál fog, vagy ez nem megfelelő, akkor különböző alternatívákat kérni. <kül> a pénzügyi tervnek a bizonylatait bekérheti, rákérdezhet szerződésekre, és így tovább. De ahogy egy vállalat sem biztos, hogy tudja az éves tervét teljesíteni, az év elején vagyunk, tehát a bajnokság elején vagyunk, gyakorlatilag mi vélelmezzük bizonyos kritériumok alapján, hogy ez az Egyesület képes lesz majd végig finanszírozni. Világos. Vannak visszaesők? Tehát vannak olyan klubok, ahol már érdemes gondolkodni szankciókon? Tehát notórius késők, mellé beszélők, vagy akikről utólag többször kiderült, majd nem egészen úgy szokott lenni. A licenszbizottságnak szankcionális joga nincs, tehát vagy megadja a licenszet, vagy nem adja meg a licenszet. Természetesen vannak olyan kritériumok, ahol mondjuk a második évben is egy bizonyos... De visszavonhatja menet közben. Mindenféleképpen, tehát új licenszeljárást indíthat. Van olyan kritérium, például a törstőkére, saját tőkére vonatkozó kritériumok, amiben, hogyha két év után is fönnáll, akkor természetesen nem adható meg a licenc. Hát nagyon reméljük, hogy nem sok ilyen eset lesz, de az előzetes vizsgálataink alapján hát lehet, hogy belecsúsznak ebbe a csapatok. Hány klub lehet, ahol az, idén azt mondja ebből az 51 nehányból, ahol bizony-bizony lehetne gondok? Arában hát, számunk. hát vakrepülés lenne, most azt mondanom, mert ugye még nem láttuk a papírokat, de két-három NB1-es vagy jelenlegi, vagy volt mb 1 es csapatnál ez komoly problémát okozhat ahol és itt lehet arra is számítani, hogy nem tudják megadni a licenszet? Ilyen is előfordulhat? Lehet, lehet számítani, igen. Fordult azért ilyen elő, ugye akkor elmentek nyilván a fellebbiteli bizottsághoz. Itt azt tudni kell, hogy a fellebbiteli bizottság sem dolgozhat más dokumentumokból. Tehát itt már nincs idő arra, hogy ami eddig nem érkezett be, azt majd pótolják. De végleges eredményhirdetés, végső határidő, amire elbírálták a kérelmeket? Szerdán ül össze a bizottság, szerdán az elsőfogú bizottság mindenféleképpen döntést hoz minden csapatra vonatkozóan. Utána, akik nyilván, ha nem kaptak licencet, fellebezhetnek, az UEFA-nak az MLS részéről május 31-ig a végleges csapatlistát le kell adni. Nem számít akkor ezek szerint, utolsó utáni kérdésem, nem számít arra, hogy, hogy a helyzet főként a gazdasági állapotok miatt javulna mondjuk a tavalyhoz képest? Hát talán a tavalyihoz képest mutatja is azt, hogy ebbe az úgynevezett első fordulós döntésben most jóval kevesebb csapat kapott licencet. Azt gondolom, hogy a pénzügyi problémák most jelentősebbek, mint tavaly. Hát akkor meglátjuk és visszatérünk, amikor már megvan az összegzés. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szívesen.